etika legfontosabb ünnepe a húsvét ünnepe. Az etika legfontosabb ikonja a föltámadási ikon. Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Krisztus Urunk meghalt, a halálba utánunk jött, és utána magával ránt egy másik életbe minket. Biológiai halálról és morális halálról is szó van. A biológiai halál is azt jelenti, hogy amikor meghalunk, utána Krisztus Urunk új élettel ajándékoz meg minket. Itt vetjük fel az etikának a legfontosabb kérdését, hogy miért legyek én jó? József Attila teszi fel a drámai kérdést, miért legyek én jó, kiterítenek úgy is, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy is. Az etikának ez az alapkérdése, miért legyek én jó, miért legyek én tisztességes, hát úgy is meghalunk. A húsvét adja rá a választ, azért legyek jó, azért legyek erkölcsös, tisztességes, mert ez az egész földi élet arról szól, hogy nem valamit teszek, jót meg rosszat, hanem tulajdonképpen önmagamat teszem. Önmagamat alkotom, önmagamat hozom létre. Az egész földi időnk, az egész földi életünk arról szól, hogy az énünket, az arcunkat tegyük olyanná, akit majd Krisztus Urunk megragad és méltónak talál, hogy az ő jobbjára üljünk. Itt értjük meg a szabadságnak a lényegét. A szabadság nem azt jelenti, hogy válasszunk így és válasszunk úgy, hogy válasszunk jó és rossz között, hogy mindig máshogy válasszunk. A szabadság lényege az, hogy szabadon lehetőséget kaptunk valami véglegeset alkotni. Karl Rahner, a teológus úgy mondja, a szabadság képesség a véglegességre. Képesség arra, hogy mindig a legjobb énemet válasszam, és majd önmagamat tegyem valamilyenné a földi életem során. A húsvét nem csak a biológiai halál, hanem a morális halál, az egzisztenciális pokol, a sötétségből való föltámadásnak is az ünnepe. Azt látjuk az ikonon, hogy Krisztus Urunk ellenállhatatlan erővel száll alá, és ragadja magával az óembert, Ádámot, és viszi föl a magasba. Valahogy azt a mozdulatot látjuk, ahogy Krisztus Urunk odalép Zakeushoz, odalép a bűnös nőhöz, ahogy a tékozló fiú apja elé szalad a fiának, aki térdre esik előtte. Végig ezt a kegyes mozdulatot látjuk, ahogy az Isten elénk siet. Valahányszor vágyunk arra, hogy olyan jó lenne jobban élni, olyan jó lenne váltani, letenni terheket, életstílust és máshogy élni. Olyan jó lenne ezt az egyetlen ketyegő, drága életünket jobban élni. Valahányszor ilyen vágy van bennünk, ez a vágy tükörképe annak, ahogy az Isten vágyik ránk. Ahogy ő lép oda mindig az emberhez, hogy gyere egy jobb életre. Talán antropomorfnak, túl emberinek tűnik, ha az Istenbe belevetítjük, hogy az Isten vágyik ránk, de mennyivel jobb Isten képez, mint Arisztotelésznek a mozdulatlan mozgatója, vagy mint a filozófusoknak az abszolútuma, a lelketlen, tökéletes Isten képe. Mennyivel érzőbb szívű, dobogóbb szívű Isten képez, hogy vágyik ránk az Isten. A Biblia meg is fogalmazza, téríts minket magadhoz, Urunk, és mi megtérünk. Vágyakozzál ránk, gyere értünk, és akkor mi is fogunk tudni menni felé. Az ikonon még azt látjuk, hogy Krisztus Urunk alászáll, és a lába alatt összetöri a sötétségnek a kapuit, itt a zárak és a láncok szerteszét esnek, betöri a sötétségnek az ajtaját. Ellenállhatatlan erővel száll alá, és összetöri a sötétség kapuit. A morális pokol, az egzisztenciális pokol azt jelenti, amikor sötétben vagyunk, és nem tudjuk hogyan tovább. És azt hisszük, vége, csak rossz megoldásaink vannak, és ilyenkor tegyük kezünket a szívünkre, mindannyian úgy gondolkodunk, hogy rossz megoldásokon törjük a fejünket, agresszív megoldásokon, bűnös megoldásokon, öngyilkosságon, menekülésen, nincs tovább. Ez a lelki pokol. Voltunk ott már mindannyian. A húsvét annak az ünnepe, hogy ott nincs többé sötétség. Egyszer volt igazán nagy sötétség Krisztus Urunk nagy péntekjén. Azóta nincs olyan sötét. Ő jön a maga fényével, dicsfényével, és jön ebbe a mi sötétünkbe is, összetöri a kapukat, a zárakat, amelyeket mi zártnak hiszünk, és megmutatja a fényt, a kiutat, hogy van tovább,
Van jobb megoldás, ne a bűnös megoldáson törjük a fejünket. Az egész ikonnak a közepe és a leggyöngédebb mozdulata, ahogy a két kéz találkozik. Azt látjuk, hogy nem két egyenrangú kéz kapaszkodik egymásba, hanem egy gyönge és egy erős kéz találkozik. Egy élettel teli kéz és egy haldokló szürke kéz. Egy szent kéz és egy bűnös kéz. Ahogy megragadja a szent, az élettel teli, tiszta kéz ezt a gyöngeséget, ebben van benne az egész megtérésünk, az új életünk. Amit mi adni tudunk, az a magunk gyönge keze. Amit mi adni tudunk, az a gyöngeségünk. Mert ez a miénk. És ha ennek tudatában vagyunk, soha nem leszünk gőgösek és beképzeltek. Bármit is kaptunk, mert tudjuk, hogy a miénk igazán az a gyöngeségünk. A többi az ajándék. Ha a gyöngeségünket akarjuk odaadni, azt jelenti, hogy sötét helyzetben sem gondolkodom rosszul. Nem tetézem a helyzetet, nem rontom a helyzetemet még bűnökkel. Uram, ilyen nehéz a helyzetem, ezt bízom rád. Én nem akarok bűnt elkövetni. A gyöngeség Istenre való bízása azt jelenti, hogy találkozunk. A jobb élet, az életstílusban a váltás, a megtérés, az nem egyszerűen onnan ered, hogy az ember töri a fejét, hogy kellene jobban élni, ez nem egy racionális belátás. Nem egyszerűen egy érzelmi megrendültség, hogy undorodom magamtól és máshogy akarok élni. Nem egyszerűen egy stratégiai kalkulálás, hogy hogy éri meg jobban élni, hanem ez egy találkozás. Ahogy találkozik az ember a föltámadottal, és ha gyönge is, elkezdi hinni, hogy lehet élni máshogy. Majd ezután az óember, ha jobb akar lenni, ezután vezekelnie kell, gyónnia kell, munkát kell végeznie, stratégiai lépéseket kell végezni, hogy kijöjjön a gödörből, a mélypontból, de ez már mind csak következmény. A legelső pillanat, az a teremtő pillanat, az a legfontosabb, abból fakad az egész új élet. Húsvét utáni második vasárnapon a kenethozó asszonyokat állítja elénk egyházunk az evangéliumból. Ezek az asszonyok elindulnak, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. Megadják neki a végtisztességet. Nagy pénteken a szombati előírás miatt siettetni kellett a századosnak a halál beáltát, a Golgotán keresztre feszítetteknél, illetve a temetést is csak septiben lehetett elvégezni. Most eljönnek vasárnap korán hajnalban, hogy bebalzsamozzák Jézus testét. De egy üres sírt találnak. Azok az asszonyok mennek, akik Jézust követték, akik hallgatták csodálatos szavait, akik elgondolkoztak azokon az igazságokon, amelyek a hagyományra épültek, de mégis nagyon újszerűen hatottak. Szolgáltak Jézusnak. És most mélyen megrendülnek. Gyászul a szívük. Fáj a lelkük, mert valami összeomlott. Elveszítették mesterüket, akit annyira szerettek. A hitük összetörött, hiszen az, akiben bíztak, érthetetlen okokból most a kereszten végezte. Jézus, aki olyan fontos volt számukra, elveszett. Gyászolják álmaikat. Talán azért is szegődtek Jézus mellé, mert nem akartak kimaradni abból a különleges és kalandos feladatból, amire Jézus hívta őket. Mária Magdolna, ahogy ott áll a sírnál, megrendül. A gyásznak az érzései visszaköszönnek ebben az evangéliumban. Mária Magdolna sír, amikor egyedül marad. Ilyetten szalad az apostolokhoz, hogy elvitték Jézus testét. És amikor meglátja azt a valakit, akit kertésznek vél, akkor szinte gyermeki módon kéri őt, hogy ha tud valamit arról a holttestről, akkor adja vissza, vagy mondja meg, hogy hol van.
aki átélte már a gyásznak a fájdalmát, azok számára nem ismeretlenek ezek az érzések. Az ember ilyenkor lelassul, egy kicsit másképpen gondolkodik. Így volt ez a kenethozó asszonyokkal is. De mégis, ők valahonnan erőt tudtak meríteni. És nem csak a feltámadottal való találkozás után, hanem már előtte is. Mert mentek, tették a dolgukat. Az ember számára ez a nagy kihívás. Nehézségek közepette is menni és tenni a dolgunkat. Egy amerikai írónő Pearl Harborban élt volt akkor, amikor nagy katasztrófa történt a II. Világháborúban. A Vöröskeresztnek a munkatársai szóltak ennek az amúgy szívbeteg nőnek, aki egy éve már fekvőbeteg volt, mivel mellette, az ágya mellett van a telefon, hogy segítsen nekik abban, hogy gyűjtse az információkat. A katonákról, katonák családtagjairól gyűltek az információk. És ő vigasztalta az özvegyeket, bátorította azokat, akiknek eltűntek a családtagjaik, erőt adott az embereknek. És saját bevallása szerint ez a nemes feladat vezetett oda, hogy ő meggyógyult később. A gyászunkból erő fakadhat. A fájdalomból kitörhetünk, hogyha rátalálunk belső erőforrásainkra. De még nagyobb az az erő, amely a feltámadottal való találkozásból sugárzik. Mária Magdolna ismét az apostolokhoz siet, de már nem ijedtében, hanem örömében. Az apostolok remegő lábai megtelnek erővel. Azok az apostolok, akik a jézusi tanításon kívül az oktatásnak nem sok formáját ismerték, bölcsekké válnak, és embereket győznek meg a Jézushoz való tartozás fontosságáról. Akik nem ismertek külföldi nyelveket, most idegen országokba mennek tanítani. Akik nem voltak ott nagy pénteken a Golgotánál, Jézus kereszt halálánál, most a vértanúság gondolatával barátkoznak. Az apostolok kenetvivőkké lesznek. Isten ajándékait viszik az embereknek, az örömöt, derűt, jelenlétet, biztonságot, erőt, bölcsességet. Talán úgy, mint évszázadokkal később II. János Pál pápa is tette, amikor sok országba elutazott, és a közös imádságokban, találkozásokban elvitte az emberekhez Isten irgalmasságát. Vagy úgy, mint Teréz anya, aki sok embernek segítő kezet nyújtott, ezzel derűt sugározva nehéz napjaikba. Nekünk is kenethozókká kell válnunk, akik emberséget visznek embertársainkhoz, és a feltámadottal való találkozásból fakadó reményt. Halleluja, halleluja. Hány évesek voltatok ekkor? Hát én körülbelül 17, amikor megismertem őt, és ezen keresztül a szereket is. Pont akkor váltak a szüleink, és tényleg otthon elég rossz hangulat volt, és így találkoztunk egy buli alkalmakkor, egymásba szerettünk, és aztán egymás szokásait át is vettük. És ez meddig tartott, meddig voltatok szereken? Hát 2000-ig. Az utolsó 4 év volt a mindennapos és nagyon intenzív függőség. Volt egy űr az életünkben, amit úgy éreztünk, hogy valamivel be kell tölteni. És most már tudjuk azt, hogy az ember életében egyedül Isten számára van fenntartva az a hely, az ami űr volt akkor, mivel hogy Istent nem ismertük és nem is fogadtuk el őt. És ezt próbáltuk ezekkel kitölteni. Aztán így jutottunk el egészen az ópiátokhoz, ami ebben a kábítószeres életben, időszakban a legsúlyosabb mélypont volt, mivel hogy az anyag is ez már nem csak pszichikailag, hanem fizikailag is megkötött,
és csúnya munkát kezdett végezni az életünkben és a fizikai életünkben is, nem csak a mentális világunkban. Én úgy érzem, hogy Isten mindenkibe beleteremtette ezt a vágyat, hogy vágyódjon ő utána, és ezek a szerek is mind azokat pótolják. Tehát a vágy megvan mindannyiunkban, és keressük, hogy mi az, ami betölthetné. Olyan társaságba kerültem, ahol zöme kábszerezett, és akkor nekem is egy idő után ez olyan normális volt. És hiába voltak, vagy tudtam rémizgető híreket, hogy hát bele lehet halni, meg minden. Hogyha azt láttam, hogy ők is jól el vannak benne, akkor azt gondoltam, hogy nekem se eshet bajom belőle. Az a tűn folytonott a vénán, és te eltűrsz minden némán. Életed alig lüktet, de szemed a tévére düllet. És benn a kórteremben, a szelíd fehér csendben áthasít a zsoltár, hogy valaha ember voltál. Ember! Ember! Kelj fel is! Járj! És mi volt a fordulat? Mikor volt az, amikor azt mondtátok, hogy mostantól változtatunk, és egyszerre mondtátok azt, hogy valamelyikőtöknél ez megjelent, és a másik iránt akkora volt a szeretet, hogy mentetek egymás után? Hát amikor megláttuk, hogy mennyire függők lettünk, és ugye minden nap kábszerhez kellett nyúlni, akkor úgy megijedtünk, és azt mondtuk mi, hogy jó, le kéne állni, viszont nem volt elég ez a döntés. Hát ez egy kínlódás volt, és arra jöttünk rá, hogy úgysem megy. Hanem Isten kegyelméből elmentünk egy húsvétkor templomba, a barátainkat meglátogattuk, és azok hívtak el, és ott érintett meg Isten. Hát akkor nagyon kivetettül éreztük magunkat, és pont az volt az íge, hogy gyertek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, nálam vigasztalást találtok, és úgy éreztük, hogy ezen keresztül most Isten hozzánk szól, bennünket akar felemelni. És emlékszem, hogy Botival álltunk, megfogtuk egymás kezét, és ott sírtunk, és mondtuk, hogy ez az, amit évek óta keresünk a kábítószerbe, a bulizásba, az elfecsérelt életünkbe. És akkor Isten ezt az űrt kezdte betölteni, és éreztük, hogy egyre jobban szeret, és csodálkoztunk ahhoz, hogy bennünket kivetett porszemeket tenyerére emel, és megszabadít. Ez egy olyan gyökeres élmény volt, hogy Enikővel akkor, amikor néztünk egymásra és sírtunk, mind a ketten teljes bizonyossággal éreztük azt, hogy megérkeztünk. Ez az, amit kerestünk a jógában, meg a filozófiákban, meg minden, egyszerűen megérkeztünk, és ezt így agyilag nem is tudtuk megmagyarázni, mint ahogy a filozófiákon ugye törekszik erre az ember, hogy megértse a dolgokat, nem egyszerűen meg lettünk győzve. És csodálatos volt, akkor körülbelül egy hetet intenzíven sírtunk. Szokták mondani, hogy mosakodik a lélek olyankor. Hát ennek teljesen igazat tudok adni ennek a mondásnak. Rengeteg mocsok és bűn felhalmozódott az életünkbe, és akkor ott ki kellett azokat mosni magunkból. Az a tűn folyton ott a vénán, és te eltűrsz minden némán. Életed alig lüktet, de szemed a tévére düllet, és benn a kórteremben, a szelíd fehér csendben áthasít a zsoltár, hogy valaha ember voltál. Ember! Tényleg egy ilyen páli forduló volt a mi esetünk, és az érdekesség az volt, hogy ugye mi Erdélyből jöttünk, Sepsiszentgyörről, és itt tértünk meg Magyarországon, és akkor egy hét után hazamentünk. És akkor nagyon el voltunk keseredve, hogy hát ott nincsenek keresztény emberek, megtért emberek, és akkor mindig ki kell jöjjünk egy kicsit, hogy töltekezzünk ide a testvérek közé, ahol megtértünk. És Isten ennél csodálatosabban vezetett. Hát amikor egy hét után jöttünk hazafele, mentünk haza stoppal, akkor döbbentünk rá, hogy hé, a mindennapos kábítószer még csak eszünkbe se jutott. És akkor megint sírtunk Isten csodálatos munkáján, hogy megszabadított ettől, és tényleg semmi elvonókura, semmi fájdalom, semmi kívánás már többet nem volt bennünk. Tehát olyan csodát végzett Isten, és elmondanám azt, hogy
négyen voltunk, akik így az utóbbi időben együtt lógtunk, és együtt éltük a mély kapszeres életünket, és innen megtért a másik lány is. A fiú viszont nem tudta Isten kegyelmét elfogadni, viszont kétszer iratkozott be ilyen rehabilitációs intézetbe, és egyszer kidobták, mert ugyancsak anyaghoz nyúlt, és egyszer ő hagyta ott, mert nem bírta tovább. Tehát ez még jobban megerősített abba, hogy ami emberileg lehetetlen, az Istennél lehetséges, és nagyon hálásak vagyunk ezért neki, hogy tényleg ilyen csodát tett velünk, és az övé a dicsőség. És mit lehet azoknak mondani, akik leszeretnének szokni, de nem tudnak, próbálkoznak, de ugye Istenre találni sem egy egyszerű dolog. Mi az a legfontosabb üzenet, amit ti tudnátok nekik mondani? Azt írja az ige, hogy aki keres, talál, és az őrgetőnek megnyittatik, úgyhogy zörgessen csak tovább, keresen, mert hogyha nyitva van a szíve, akkor Isten meg fogja találni őt, és ő is Istent. Do
az apostoknak.